magyar tej a cukrászatnak, de a magyar konyhának is nélkülözhetetlen terméke. Maga az ízvilága, összetevői, azok egyszerűen lenyűgözők. Én vidéki gyerek lévén, én ott szerettem meg nagyiéknál, édesanyáméknál a tejet, a friss házi tej. Hát van annál fenségesebb ital, hát én egy viszkért nem adnám oda. Ezt a tejet szerettem úgy hidegen, ahogy még meleg volt, frissen megfejték és leszűrték, majd amikor hűtve volt, forralva volt, a vastag tej föl a tetején leszettük, ittuk így is, ittuk úgy is, nem volt abba se ilyen por, se olyan por, se kakaó, se karamell, semmi. A tejet ittuk, élveztük a tejnek fenséges ízét, és hogy milyen érdekes, ahány legelőn van a tehén, annyi fajta ízű szinte ez a tej. Imádtam a tejet, és ami még a mai napig is számomra egy nélkülözhetetlen dolog, vidéki vagyok, ha hazamegyek, mindig hozok otthoni házi tejet, és aludtejnek. Aludtejnek, hát ennél fenségesebb nincs, úgyhogy még a főzésnél is ezt szoktam használni, ezt tejföl helyett, ezt használom habarásra, kötésre, ez egy fantasztikus dolog. Mielőtt még bárki habarásra, kötésre használná az aludtejet, nézzünk meg egy egyszerű kísérletet, amit mindenki elvégezhet otthon is. Nem kell hozzá más, csak egy pohár tej. A következőkben egy nagyon egyszerű kísérletnek lesznek szemtanúi. Szándékosan takartuk le a dobozokat, nem szeretnénk senkinek semmiféle reklámot kelteni, sem pozitív, sem negatív értelemben. Mindegyik tej 2,8% zsírt tartalmaz. Ez az első, ez mai friss fejésű házi tej. A következőt fogom tenni ezekbe a tálkákba, mindegyikből próbálok azonos mennyiségűt kiönteni, és 3 nap múlva meg fogjuk vizsgálni az eredményeket, hogy mi is lett a ma még friss folyadékhalmaz állapotú tejekből. Tehát akkor már is öntöm az első edénybe. Már készen is vagyunk, és találkozunk 3 nap múlva, amikor ellenőrizni fogjuk, hogy mi történt ezekkel a tejekkel. Hát, látvány alapján eléggé furcsa, azért hát megpróbálom megkóstolgatni őket. Ez nagyon szép. Ez nagyon szép, tehát csak emlékeztetőül, hogy ez volt a házitej. Hát ennek a tetején nyilván, ugye itt nincs lefölözve, gyönyörű szépen vastagon áll minden, és hát belül, de szép ez az aludtej. Hát ez nagyon finom. Ez igazi aludtej. Ez nagyon jó. Ezen én azt látom, hogy hát bizony, nagyon sok savú úszkál itt a tetején. Ez úgy elfogadható, de eddig az első volt a legjobb. Hát, itt is nagyon sok a savú. Nagyon sok. Jó, de rossz. Na, hát ez... Ez borzasztó. Hát ez keserű. Ez kellemes. Ez finom, savankás. Tehát ez a negyedik. Húha! Hát ezen ilyen sárga lé úszik, és nagyon-nagyon-nagyon törékeny az aludtej benne. Nem jó. Nem jó keserű, de ez nagyon keserű. Hú. Na és akkor az utolsót is. Ezen nagyon-nagyon sok a tetején a víz, vagy ilyen sárgás. Igen, az a savó. Hát, én, ha nekem választani kellene, én legszívesebben azt az aludtejet enném meg. A szarvasmarhának a többi házi állattal szemben talán az a legbecsesebb tulajdonsága, hogy megél olyan takarmányon is, amelyet a mezőgazdaság a legnagyobb mennyiségben és a legolcsóbban képes előállítani.
Jó ízűen fogyasztja a mezőgazdasági hulladékokat, mint például a leveles répafejet, töreket, szalmát, kukoricaszárat, melaszt, cukorgyári répaszeletet, sörtörköjt. Egy borjút 3 évig kell nevelni, mire fejős tehén válik belőle. Addig csak a munka van vele, semmi haszon rajta. Csak elmondom mi történetünket. Mi egy 100 lelkes kis faluba dolgozunk, 26 családnak biztosítunk megélhetést ebben egy 100 lelkes kis faluba, és állami támogatást alig-alig kapunk. A honfoglalástól a török hódoltság megszűnéséig az Alföldön és a folyóvölgyek hatalmas árterein, a természetes legelő területeken sok-sok ezer gulyában legelt a ridegtartású szarvasmarha. Innen hajtották őket évszázadokon át, évente sok-sok tízezrével a bécsi, a nürnbergi, a prágai és a felső olaszországi piacokra. A ridegtartású edzett magyar szarvasmarha húsát fél Európában keresték, értékesebb volt minden más húsnál. Az elmúlt mintegy 100 év alatt a hazánkban tenyésztett szarvasmarhák fajta összetételét kétszer is alapvetően megváltoztatták. Az előző századfordulóra esett az első fajta váltás. Az 1869-ben az állomány 92%-át, de még 1895-ben is közel kétharmadát kitevő, alacsony tejhozamú magyar szürkefajta a tej iránti igényeket már nem tudta kielégíteni. Ezért a hazai állományt főként a Svájcból importált szimentári fajtával keresztezték. Néhány nemzedék alatt sikerült előállítani a tej- és hústermelésre, valamint igaerőként egyaránt alkalmas fajtát, a hármas hasznosítású magyar tarkát. 1911-ben a szarvasmarha állománynak már közel kétharmadát, a két világháború között már több mint 80%-át ez a fajta adta. A másik jelentősebb fajta átalakítás az 1970-es években kezdődött. A mezőgazdaság nagyüzembe tömörítése, a traktorvontatás elterjedése után a magyar tarka iga erejére már nem volt szükség. Ugyanakkor a tejtermelés 20 éves stagnálása ismét ellátási és jövedelmezőségi problémává vált. A gépi fejés elterjedésével bebizonyosodott, hogy megfelelő szelekció nélkül a magyar tarka sok egyede nem alkalmas erre a fejési módra. Mindez szükségessé tette a tisztán tejtermelő, illetve hústermelő fajták tenyésztésének előtérbe helyezését, a meglévő állomány javítását keresztezések segítségével. Az 1980-as évek végére a Holstein-Fries fajták és a velük keresztezett tehenek váltak meghatározóvá. A magyar tarka aránya az 1980-as évek végére már alig érte el a 10%-ot. Volt egy időszak, amikor fizettek azért, hogy a tenyészanyagot levágják. Nagyon jó pénzeket adtak azért, hogy megszabaduljunk minőségi tejtermelő egyedektől, állatoktól. Most ott tartunk, hogy nincs annyi tej az országban, amennyit saját magunkat ellátjuk vele. Meg kell nézni a polcok piacait. Szlovák tej, német tej, egyéb tejek vannak benn. Nem tudom, hogy ez kinek jó, nekünk biztos nem. A magyar tejágazat korábban jelentős ágazat volt, és jelentős mennyiségű tejet termeltünk. Magyarországon ugye a tej és tejtermékfogyasztás is magas szinten volt. Ez folyamatosan csökkent, és ugye az unióba lépés előtt mindenki azt jósolta, hogy a tejágazat lesz a vesztese az uniós csatlakozásnak. Sajnos ez a jóslat ez bevált, és a tejágazat egyre nehezebb és nehezebb körülmények közé került. Ez olyan nehézségeket okozott, hogy évente mintegy 10-15 ezer darab tehénnel csökkent az amúgy is alacsony tehén létszám. Ha azt gondolom, hogy a múltról kell beszélni, akkor vissza lehet menni a rendszerváltás időszakára, amikor az országban a tejtermelés ugyanarról a területről mintegy 2 milliárd 700 millió liter tej volt. Ez ma 1 milliárd 700 millió liter tej alatt van. Nehéz megmondani pontosan, hogy mennyi a tejtermelés, mert ugye számtalan olyan kis telep van, amit nem ismerünk, mert ugye a közvetlen fogyasztói értékesítés van. A nagyüzemek körülbelül a 70%-át képviselik a tejágazatnak. Az mondható, hogy körülbelül 1 milliárd
kilogramm tej marad a magyar belföldi fogyasztók számára a polcokon. Ugye 1 milliárd kilogramm magyar tej, 1,6 milliárd a fogyasztásunk, tehát 600 millió kilogrammnyi tejet, tejterméket exportból biztosítanak a kereskedelmi egységek, hogy legyen a magyar fogyasztóknak tej. Ez egy tejtermék. Ez egy valóban nagyon rossz mérleg. Én egy nagy cégnél dolgoztam, mint tejipari cégnél. Mi vásároltunk külföldről tejet. Hát elég annyi, hogyha elmondom, hogy amikor azt mondtam, hogy megnézem a külföldi tejeket, mert minőségbiztosításban dolgoztam, és elmondom róla a véleményemet, annyit mondott a főnököm, hogy elég, ha itt megnézed a papírokat, nem menjél sehova, mert olyan minőségűek. Azokat a tejeket, amiket onnan behoztunk itt Magyarországon, meg se vásároltuk az olyan minőségű tejet. Az import tej, ami jön, a tej az általában UHT tej, tehát ez egy megfőzött tej. Most hát én nem vizsgáltattam be soha ilyet, de nem is iszom. Tehát nem tudok róla jót mondani, rosszat meg nem akarok, mert nincsenek ismereteim. De én nem szeretem, és tulajdonképpen az egy fölösleges tej. Tehát valamelyik piacon fölösleges. Most ezt lehet olcsó. Nézzék meg, bemennek egy áruházláncba, olyan áron adják, amilyen áron nem is lehetne előállítani. Tehát igazából ez egy, nekem már nem kell, eladom fél áron másnak. Tehát ez a kategória. De most nézzük meg, hogy mennyire jó vagy rossz a magyar nyers tej minősége az akkreditált labor szerint. A magyar nyers tej kiváló minőségű, a jelenleg érvényes egységes Európai Unió szabályozás alapján a bevizsgálásra kerülő nyers tejek 98%-a megfelel az európai minőségnek, mind élelmiszerbiztonsági, higiéniai, mikrobiológiai tulajdonságokat illetően, mind pedig a hasznos anyagtartalom vonatkozásában. Ez a 98%, úgy gondolom, ez az arány egy önmagáért beszélő számadat, ami azt mutatja, hogy a Magyarországon előállított ipari feldolgozásra felkínált nyers tej minősége európai színvonalúnak, kiválónak tekinthető. A Holstein Fries fajta elsősorban tej előállítására alkalmas. Nagy tejmennyisége, gépi fejésre alkalmas tőgye, jó technológia tűrő képessége révén az iparszerű termelőtelepek legfontosabb fajtája. 1963-ban tettek adminisztratív lépéseket behozatalára, ezt a tenyész import és az évek folyamán kiterjedt keresztezések követték. Eredményeként Magyarországon van jelenleg Európában a legnagyobb Holstein Fries állomány. És most látogassunk el a dél-baranyai csípőtelekre, ahol az ország legmodernebb tehenészetét találjuk. Itt jelenleg 2200 Holstein Fries marha adja a tejet. Napi 3 kamionnyi tej hagyja el a tehenészetet. Hogy ez a tej hova kerül, arra sajnos nem kaptunk választ, csak annyit tudtunk meg, hogy a teljes mennyiséget átadják a Solenviso cégnek. 100%-ban Holstein Fries fajta van, csak ezzel a fajtával foglalkozunk, azt gondolom, hogy jelenleg ez a legintenzívebb tejtermelő fajta a világon. Évvégére éli erre a telep a teljes feltöltöttséget, akkor 2500 állat lesz itt a telepen. Monodietikus takarmányozás van a telepen, ami azt jelenti, hogy egész évben minden egyes takarmányozási komponens a rendelkezésünkre áll, tehát nincs már ez a régi típusú téli-nyári takarmányozás zöld takarmányokkal. Nekünk minden takarmánykomponensünk egész évben rendelkezésünkre áll, ebből állítunk össze a termelési színvonalnak és a szaporodásbőgő stádiumnak megfelelően egy receptúrát, egy takarmány keveréket, amit naponta egyszer juttatunk az állat elé. Jelenleg itt a telepen 59 ember dolgozik vezetőkkel együtt. A nagytermelők alapvetően Holstein Fries teheneket tartanak, mert a gazdák számára a minél több tejtermelés, a nyereség a meghatározó. A tápon, monodiétás takarmányon tartott Holstein Fries tehenek tejét elsősorban nagyipari módon dolgozzák fel. A telepeken ezért tömeges fogyasztásra termelnek. A boltok polcairól levehető tejtermékek ízvilága meglehetősen egysíkú.
A nagy tejtermelők a választék bővítése és eladhatóvá tétele érdekében ízesítik, cukrozzák, csokoládéval vonják be termékeiket. A finom ugye egy relatív fogalom, de engedjék meg, hogy egy észrevételt tegyünk. Monodiétás takarmányon nevelt állatokból mennyiségileg ugyan sok kihozható, de ebből a tejből nem lehet olyan finom sajtokat gyártani, mint a többségében legelőkön, szénán tartott állatokéból. Mert ahogy az Állatorvosi Egyetem professzora mondta, a tej visszatükrözi, hogy mit evett az állat. Tehát egyszer fajta, másrészt pedig, hogy mit evett. Mert hogyha nem látott zöld füvet, meg zöld lucernát, vagy megfelelő minőségű szilást, hanem inkább csak ilyen nagyüzemi tartáshoz készített, akkor kisebb lesz a vitamin tartalom. Tehát lehet valamit tudni, de ezeket mind figyelembe kell venni, ezeket a szempontokat. Tejnek ez a előnye is, és hátránya is, hogy visszatükrözi azt a takarmányt, amit a tehén megevett. Tehát ezzel tudom jó irányba befolyásolni, és olyan anyagokat is, vitamintartalmát tudom növelni, például jó tartalmát, ami hiányos. Egész Magyarország gyakorlatilag jót hiányos a vizek. Egész Magyarország vizei nitritben, nitrátban gazdagok, ami meg a jódnak még rontja is a hasznosulását. Tejbe például lehet emelni a jód szintet. A magyar és az európai lakosság gyakorlatilag 50 fölött majdnem mindenki csontritkulásos. Még külön, eddig csak azt hittük, hogy csak a hölgyek, de csak súlyosságbeli különbség van, tehát a férfiak között is eléggé elterjedt. Most honnan tudunk legkönnyebben kalciumhoz jutni? Tejből és tejtermékből. Honnan tudunk D-vitaminhoz legkönnyebben jutni? Tejből és tejtermékből. Tehát ennek még egészségi haszna is van. Vagy vannak ilyen apróságok, hogy a tej segíti az elalvást. Tényleg segíti. Tehát van benne egy olyan aminósav, ez a triptofán, ami a szerotonin nevű agy inger átvívőnek az előfutára, az 5-hidroxitriptamin, tehát tényleg segíti. Tehát az a népi hagyomány, hogy este még a gyerek igyon meg egy pohár vizet, tejet, vagy nagy Isten egy kis meleg cukros tejet, az igaz. Tehát az tényleg segíti az elalvást. Nem beszélve akkor erről a rák ellenes, gyulladás ellenes hatásról, ami a tejbe és a vajba is van, és hát itt azért elmondom megint csak név nélkül, hogy egyszer adtam egy riportot, amiben szembe mertem állítani a margarin és a vaj értékét, a vaj javára. Hát az újságírót a megfelelő nemzetközi cég majdnem kirúgatta. Tudjátok, mi a különbség a vaj és a margarin között? Óriási. A kettő köszönő viszonyban nincs egymással. A margarin és a vaj között mindig is versengés folyt médiafronton is. Ki a maga igazát mondja. A fogyasztó igazán nem is tudja, kinek higgyen. A margarin készítést történelmi események kényszerítették ki. Az 1860-as évek Franciaországában a háború fenyegetettsége küszöbén harmadik Napóleon császár jutalmat tűzött ki egy vajat helyettesítő élelmiszer előállítására. A díjat Mez Mourier vegyész nyerte el, aki 1869-ben szabadalmaztatta is találmányát. Mourier úgy állította elő vajpótló készítményét, hogy a marhafagyúból kisajtolható folyékonyabb zsírt édes tejjel keverte, hűtötte, majd többször átgyúrta és négyszögletes formában hozta azt forgalomba. Az így előállított termék külső megjelenése, felhasználhatósága, íze alapján már nagyon hasonlított a vajra. Ennek a tej emulgátumnak Mourier adta a margarin nevet. Az Egyesült Államok nagyon hosszú ideig nem engedélyezte a margarin forgalmazását az országban. A későbbiek során is rózsaszínűre kellett színezni, hogy megkülönböztethető legyen a vajtól. A jelenlegi gyártási technológia már lehetővé teszi a teljesen növényi margarin előállítását. Ha
Mi a fiúkkal azon fáradozunk, hogy minden nap friss tej jusson a környékbeli lakosoknak. Ismered a dán példát? Ez mindent elmond a tejről. És akkor a dán tanulság, ami filmünkhöz szorosan kapcsolódik. Az A és D vitamin kellő mennyiségben való jelenlétének fontosságát igazolják azok a keservesen megszerzett tapasztalatok, amelyeket a dánok szereztek az első világháború idején. Dánia tömérdek vajat szállított a hadviselő államoknak, hogy minél többet vihessen ki, a tejet a lehető legtökéletesebben lefölözték. A dán lakosság számára tehát csak a sovány tej jutott, és a vajat margarinnal helyettesítették. Néhány hónap múlva a sovány tejen és margarinon élő lakosság súlyosan megbetegedett. A csecsemőknél katasztrofális méreteket okozott az angol kór, megemelkedett a tuberkulózisos betegségek száma. Mindez azért történt, mert a tejből nem csak a zsír hiányzott, de vele együtt a zsírban oldódó, nélkülözhetetlen vitaminok is, továbbá lecsökkent annak tápértéke is. A vajkivitel korlátozását követően hamarosan megszűntek ezek a jellemző betegségek. Én is Holstein Fries tartok. Sokkal több tejet ad, mint a magyar tarka. A magyar tarkának viszont jó a húsa is, azt is föl lehet használni. Újra kéne olyat is tartani. A kistermelők, a kézművesek nagyon sok olyan sajtféleséget is készítenek házilag, amelyek ízvilága akár a védettséget is megérdemelni. Így jutottunk el például Nagy Igmándra, ahol a kistermelő gazda magyar tarkát tart. Ez egy igénytelenebb fajta, tehát annyira nem szükséges a, tehát annyira intenzív takarmányt. Viszont a tej mennyisége nincs annyi, a minősége egy kicsivel jobb, mint a Holstein Friesé. A borjúját jobban lehet értékesíteni. Ezek a fő szempontok, amiért váltottuk a fajtát. A kisgazdaságban saját receptkísérletek alapján készítenek sajtokat. Itt a magyar tejnek egy olyan vonulatával találkozhatunk, amely talán nagyobb támogatást is élvezhetne, mert biztos, hogy a termékekre nagy lenne az igény, csak úgy, mint a tőlünk nyugatabbra lévő országokban is. Egy másik példa a többszörös termékdíjjal kitüntetett kistermelő, akinek csupán 4 tehene van, és kiszolgálja környezete tej és sajt igényét. A nagyoknak más a dolguk, mint nekünk. A nagyoknak minőségi magyar élelmiszert kell előállítani, ahogy ők tudják a legjobban. Nekünk arra kell törekedni, hogy egyedibbek legyünk, szintvarázsoljunk a nagyok választékába, és olyat, amit más nem tud. És nekünk most kell megalapozni azt, hogy Magyarországon ne csak 3-4 fajta magyar sajt legyen, ami a miénk, hanem ki kell találni önmagunkat, és ezt a legjobban a kistermelők tudják megvalósítani régi, tradicionális módon, hogy majd a gyermekeink, az unokáink, úgy, mint most a franciáknál, elmondhassák, hogy tradicionális, kézműves módon készítik azokat a sajtjaikat, amit elődeik kitaláltak. És képesek vagyunk a fejlődésre, én úgy hiszem, hogy a magyar paraszt, ha meg szeretne valamit csinálni, azt meg is tudja. Nagyon szívesen fölkelünk minden reggel korán, karácsony, húsvét, nekünk nem számít, hogy a magyar embereknek friss, egészséges tej jusson az asztalára. Azzal tudják támogatni a munkánkat, hogyha magyar tejet fogyasztanak. Hát igen, ez az anyagi kérdés deponálja ezeket a dolgokat, hiszen akinek kevés pénze van és mégis szereti a tejet, azok a 1,5%-os vagy zsír nélküli, zsírmentes tejet használnak. Hát kérem, ízlések és pofonok között, de ha megengedheti, a magyar tejet használják. És ugye jogos a kérdés, hogyha Magyarországon mondjuk ma 100 forintot adnak egy kilogramm nyers tejért, akkor hogyan lehetséges az, hogy szlovák tejtermék, meg német tejtermék, ahol egyébként 105 meg 115 forintot kapnak a termelők egy liter tejért, hogyan lehetséges, hogy az a tejtermék olcsóbban van a magyar polcokon, mint a magyar tejtermék? De ezt ne tőlem tessenek megkérdezni, mert én nem a NAV munkatársa vagyok, meg én csak egy tejtermelő vagyok, meg tejfeldolgozó, kézműves sajtkészítő.
Erre azokat kell megkérdezni, akik ezzel foglalkoznak, és én meg nem akarok ötletelni. Egy biztos, a magyar feldolgozóipar felkészültebb, mint a környező országok beli. A magyar tejtermelőre is ugyanez vonatkozik. Most már csak a magyar fogyasztón van a sor, hogy ő ezt mind megtudja, amit mi tudunk most már, hogy ezt mind megtudja, és amikor vásárol, akkor a magyar terméket válassza.